elfogadta a hét elején az országgyűlés a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Így további 90 nappal, május 23-áig vannak érvényben a kormányrendeletek. Ez idő alatt, ha valakinek lejárnak az okmányai, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is, nem kell azokat meghosszabbítani. Sőt, azok a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek. Ez azt jelenti, hogy még nagyon sokáig nem kell ezzel foglalkozniuk a jármű tulajdonosoknak sem. Már a papírokkal. Az autó karbantartása azonban alapvető, mondják a szakemberek. Amikor az autószerelők átnéznek egy járművet, hogy megállapítsák, forgalomba helyezhető-e, közlekedésre alkalmas-e, számos berendezést vizsgálnak meg, többek között a kerekeket, a féket, a lengéscsillapítót és az autó műszaki berendezéseit. Magyarázza Antal Zoltán. Ugye látszik, hogy minden lámpa elkezd világítani, elkezd minden gyönyörűen, minden biztonsági berendezés. Ugye, ha ilyenkor nem alszik-e, elindítjuk a járművet, és minden ellenőrző lámpának el kell aludni. Antal Zoltán példaként azt hozta fel, hogy az új autóknál például elromolhat a biztonsági öv érzékelése, és úgy tűnik, hogy a vezetői oldalon nem ül senki. Ilyenkor azonban nem működik a légzsák sem. A modern járműveknél a vezető oldali ülésbe ugyanis nem raknak érzékelőket. A bekapcsolt biztonsági öv ad csak információt arról, hogy ott ül le a sofőr, vagyis életmentő lehet, ha egy ilyen hibát kiszűr az autószerelő. Ennek a javítása ráadásul nem kerül többen néhány ezer forintnál. Ez is a műszaki vizsga szükségességét bizonyítja, magyarázza a szakember. Egy műszaki vizsgáztatásnál ugye az autónak a közlekedés biztonsági berendezései azok, amik legfontosabban vannak ugye vizsgálva, sőt azok vannak vizsgálva. Maga az, hogy működik egy motor, egy váltó, annak nem nagy jelentősége van, de ugye úgy a futóműnek, fékrendszernek, a biztonsági berendezések, ami ugye most már egyre több járműbe előfordul, azoknak ugye működni kell. Legyen ABS, légzsák, itt maga ugye a kopóalkatrészek azok, amik ugye fékbetét, féktárcsa, akár szilentekről beszélünk, gumikopások, amit azért az ügyfelek szeretnének egy kicsit halasztani még, de ugye ha valami alákopott vagy egy x éves gumi fölött, ugyanak nincs tapadó képessége. Na most ezek ugye konkrét oda kell figyelni, mindig, hogy az életben csak egyszer szükség legyen arra a jó fékre, akkor legyen jó. Antal Zoltán nem lát nagy csökkenést a műszaki vizsgára érkező járművek számában. Ezt a pénzt nagyon kevés ember az, aki tegyük fel, sajnálta. Úgy azt tudni kell, hogy ha van műszaki vizsga, ha nincs műszaki vizsga ugye azon a járművön, érvényes természetesen, ugyanúgy meg kell felelni a műszaki állapotának a közlekedés szempontjából, és sajnos, hogyha ezeket elmulasztják, az nem azon múl, hogy ki kifizette a vizsgadíjat, vagy ne. Ugye a vizsgáztatás nélkül is ugyanúgy karban kell tartani azt a járművet. Spindler Tibor, az Autószerelők Országos Egyesületének elnöke azt mondja, ők is azt tapasztalják, hogy általában elviszik műszaki vizsgára autójukat az emberek, főleg ha az a munkájukhoz szükséges. A járműüzemeltetőnek a gondolkodásából adódóan alakultak az, hogy ő megjelent vagy nem jelent, és a számadatok ezt visszatükrözik. És azt is lehet látni, hogy azért elég sok járművet használnak munkába járásra, tehát ez is egy természetes dolog. Tehát azok az üzemeltetők, akik és autótulajdonosok, akik a mindennapos használat miatt kötelezően muszájból mennek, azok azért a műszaki állapotra is odafigyelnek. Vannak autók, amik le vannak téve, és hosszú ideje esetleg nem mozogtak, vagy nagyon keveset mennek, ott könnyebben előfordul az, hogy nem javítják. Úgy értesültünk, hogy a baleset bekövetkeztekor több esetben nem fizetett a biztosító olyan autóra, aminek nem volt műszakia. Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatója a megkeresésünkre elmondta, a törvény úgy szól, hogy a károsult mindig megkapja a pénzét, nem úgy, mint az a sofőr, aki súlyosan elhanyagolt műszaki állapotú autóval okozza a balesetet. A baleset káros, hogyha mindenképpen pénzéhez jut. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási törvény ugyanakkor kimondja, hogy a közlekedésben csak megfelelő műszaki állapotban rendelkező gépjárművel vehetünk részt. Így amennyiben, és ez független attól, hogy
vészhelyzet van, vagy nincs vészhelyzet. Így amennyiben a baleset közvetlenül összefüggésbe hozható azzal, hogy a károkozónak a kocsija nem volt megfelelő műszaki állapotban, akkor előfordulhat a körülmények vizsgálatával összefüggésben, hogy a biztosító viszontkeresettel él a károkozóval szemben. Vagyis mindent összevetve nem érdemes nyárig várni a műszaki vizsgával az autó tulajdonosoknak.